Elfogták a ceglidi járőrök azt az 52 éves férfit, aki a gyanús szerint egy pajszerrel olyan súlyosan bántalmazta ismerősét, hogy a helyszínen belehalt sérüléseibe. Egy ceglédi laktanya dolgozója kért két férfi viselkedése miatt rendőri segítséget. A percek alatt kiérkező járőrök véres ruhában és vascsővel a kezében értéktetten az 52 éves N. Józsefet, aki a gyanú szerint egy késsel megsebesítette azonoskorú férfi ismerőse kezét. Az áldozat könnyű szenvedett, a támadó ruháját borító vérmennyisége azonban valami komolyabb és súlyosabb történtekre utalt. A ceglédi rendőrök nyomozása után a helyszínen egy férfi holttestét találták. Testét bántalmazás nyomai borították, sok vért vesztett, amelynek egy része a pajszerrel tettenért N. József ruhájára kerülhetett. Az elsődleges vélemény szerint N. József olyan erővel ütötte 46 éves áldozatát, hogy koponyacsontsérülést, koponya csontsérülést, koponyaüri vérzést, agyzúzódást szenvedett. Az okozott sérülések vezettek nagy valószínűséggel a halálhoz.